Még pirkat szombat hajnalban, amikor megérkezett a két egyenként 140 kg-os hízó az 5. városi disznótorra és kolbásztöltő versenyre. Azonnal kezdetét vette a munka, a feldolgozás és a kolbásznak való hús előkészítése, amit a 9 induló csapat között osztottak ki, 5-5 kg-ot minden résztvevőnek. Sokan a tradicionális recept mellett fogsoltak, mint a baráti kör csapata. Egy sima, egyszerű receptúra alapján fogjuk elkészíteni, annyi változtatást tettünk bele. Igaz, hogy egy kicsit titkos lenne, de a kömény mag az nem őrölként, hanem egy kicsikét tördelve, szemesként raktuk most a kolbászba bele, egy kicsit pikánsabb, erőteljesebb ízvilágot fog neki adni. A kolbásztöltő versenyen kipiseltette magát Füzesabony testvér települése is, az erdélyi Zabolánról. Hagyományos székelyföldi kolbászt készítettek, ami annyit tesz, hogy kevesebb piros paprikával készítik, mint itthon. Az őszinteség az, hogyha minél több paprikát teszünk, annál jobban pár hét, egy hónapon belül megkeseredik. És azt mi kipróbáltuk, úgyhogy székelyföldön ezt megpróbáltuk. Csináltunk két fajtát, csináltunk paprikást, és csináltunk paprika nélkül is. A 9 csapat közül a legfiatalabb a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület ifjúsági csapata volt. Ők is a hagyományos receptet követték, egy kis füstölt paprikával megbolondítva. Perge Máté rutinosan keverte a kolbászhúst. Azt mondta, a családban minden évben van disznótor. Mi egy évben két disznót vágunk. Elég nagy hagyomány a mi családunkban ez a hízóvágás, elterjedt. Hát, kolbászt minden évbe töltünk, ugye két disznóból van bőven. Az önkéntes tűzoltók által készített kolbász érdemelte ki a legjobbnak járó díjat, ők végeztek az első helyen. A rendezvényre kilátogatók sem maradtak éhen, a kóstoló csomagban volt hurka, kolbász, abárolt szalonna és székely káposzta is.